Áldást kérünk testvéreinkre, akik betegség, az időskor, a távolság, az árvízvédelmi munkálatok miatt nem lehetnek itt közöttünk. Mivel sok helyről érkeztünk, és nem ismerjük mind egymást, engedjék meg, hogy néhány jelenlévőt név szerint is említsek. Eljött közénk főtiszteletű Nagy László, aki templomépítésünkkor püspök helyettese volt egyházkerületünknek. Virág György tiszteletes, gyülekezetünk előző lelkipásztora és felesége. Mező Miklós tiszteletes, a kárpátaljai Zápszony korábbi lelkipásztora és felesége. Itt lehet közöttünk városunk jelenlegi polgármestere Babák Mihály úr és az októbertől hivatalba lépő Hodálik Pál polgármester úr is. Öröm számunkra, hogy a nemrég egyházmegyénkbe érkezett Balázs Dénes és Kis Csilla lelkipásztor testvéreinkkel is találkozhatunk. Bár készültek, mégsem tud jelen lenni Sipostas Töhöttöhötöm, nyugalmazott Esperes úr és felesége, sem Haraszti Tiborné Babinéni, sem az építészmérnök urak, akik templomunk építésénél segítkeztek. Többeket a járvány akadályozott meg az indulásban. Isten adjon mielőbbi felépülést a számukra. Több testvérünk, akinek élete, hite, munkája beépült ezekbe a falakba, ebbe a gyülekezetbe, elment a minden élők útján, és már színről színre látják az Urat és a mennyei Isten tisztelet részesei. Mindannyiunkat szeretettel várjuk az Isten tisztelet utáni szeretett vendégségre, reméljük a terített asztal mellett lesz alkalmunk beszélgetni majd. Háladó Isten tiszteletünk keretében nem lesznek köszöntések, azon kívül, hogy mi köszöntjük újból kegyelmes Istenünket, és hálát adva magasztaljuk őt. Isten tiszteletünk a Biblia bevonulásával kezdődik, mivel az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusról, az élő igéről tesz bizonyságot. Fogadjuk fennállva az Isten igéjének és Istent képviselő előjáróinak, Püspök úr, Esperes úr és lelkészünk bevonulását. Hálaadással áldozz az Istenek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmadat. Aki hálaadással áldoz, az dicsőít engem, és aki ilyen útra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Legyen veletek kegyelem, irgalom, békesség, ami atyánktól és az ő fiától, a Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istenünket, fennállva énekelve a 138. Zsoltárunk első versét, dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Thank you.
tele van a szívünk hálával. És az, hogy itt vagytok, azt jelzi, hogy a szívetek is tele van hálával Isten iránt. A 111. Zsoltár erről énekel. A 111. Zsoltár, népdal Zsoltár változatát énekeljük most. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála, együtt mondjunk háladalt, közös ének áldja. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint írva található a 65. Zsoltárban, eképpen. A karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével.
félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, és gondoskodsz a földről. Barazdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Gyertek, kedves testvéreim, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk Isten megszólító üzenetére imádsággal. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged, hogy elhoztad életünkben ezt az ünnepi vasárnapot. Összegyűjtötted a te népedet, e szent hajlék falai közé, hogy együtt örüljünk, együtt adjunk hálát neked, hálát azért, hogy mindez idáig megtartottál bennünket, megtartottad életünket, oltalmazó kegyelmeddel őrizted, és gazdagítottál minket. Hálát adunk a szarvasi gyülekezetért, hogy van hajlék, ahol téged magasztalhatnak, dicsőíthetnek, ahol leborulhatnak előtted. Köszönjük, hogy megismerhettük a mi megváltó Jézus Krisztusunkat, aki oly sok nyavajánkból megszabadított, oly sok reménytelen helyzetben megmutatta szabadítását, oly sok fájdalmas élethelyzetünkben adott reményt és vigasztalást. Áldunk, Urunk, a próbákért is, amikben hitünket edzetted, és nem engedted, hogy eltántorodjunk tőled. Áldunk az ígéért, ami mindennapi kenyerünk ma is, amivel táplálod a mi életünket. És köszönjük családtagjainkat, akiket segítő társként adtál mellénk, hogy egymás terhét hordozva töltsük be Krisztustól kapott küldetésünket. És áldunk a lelki családért, a gyülekezet közösségéért, ahol egymásnak lelki testvérei lehetünk, ahol egymás hite által épülhetünk. Kérünk, szólalj meg közöttünk ma is igéd által, tisztítsd meg a szíveinket a hiába valóságuktól, hogy most csak teljes mértékben rád tudjunk figyelni. Üzeneted előtt megnyissuk szívünket és lelkünket. Szent lelked által légy itt közöttünk, és áld meg a mi ünnepi együttlétünket. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 730. dicséretünk mind a négy versét, amelynek az első verse így kezdődik: Szentlélek, jövel, szívünk töltsd ma el, a gyülekezet foglalja el helyét. Santa Rosa de Vigo.
Azok a szent igék, amelyeknek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva szólni kívánok közöttetek ebben az ünnepi órában. Ézsaiás próféta könyvében vannak megírva az 55. fejezet 6-tól 11. verséig terjedő szakaszban. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ünnepő testvérek itt a szarvasi református templomban, és a televízió adását figyelő kedves nézők. Egy olyan ige van előttünk, amelyik sodró erejű, új elszánásra biztató szó, olyasmi, ami egy ilyen ünnepi órában mindenképpen fontos lendületet kell, hogy adjon, mert ha vissza is nézünk a templomépítés óta eltelt 20 esztendőre, reméljük, hogy még sokkal több évtized áll a gyülekezet előtt, meg a megépített hajlék előtt is. Azért jöttem, hogy biztassalak benneteket, de nem a magam szavaival, hanem Ézsaiás próféta lendületes felhívásával, hiszen biztatni kell a lelkipásztort, a gyülekezetet, hogy ne szűnjenek meg jó impulzusokat kapni, venni az igéből, és ezeket az impulzusokat tovább adni, nem csak városszerte, hanem egy kicsit az egyházunk egészére vonatkoztatva. Mert ez a gyülekezet kovász. Kovász a gyülekezet építés átgondoltságával, és városotok határain túl is. Ismerjük, hogy mi történik itt. Ezért én most nem csak a 20 éves épületet ünneplem, hanem ünneplem azt a sok kezdeményezést, az új utakat, azokat a gyülekezet építésben kipróbált nagyszerű lehetőségeket, amelyeknek híre van. Mert az a tanító szolgálat, ami itt például a felnőtt képzés során történik, azok a változatos témájú kurzusok, tréningek, az ifjúsággal való foglalkozás, a gyermekmunka, az egész egyházi év áthatása, az egy olyan nagyszerű dolog, amelyik lehet, hogy a ti belső kommunikációtokban már megszokott, de a külső kommunikáció által híre van a tiszántúli egyházkerület egészében, és ezért én hálás szívből mondok köszönetet a lelkipásztornak, munkatársainak, a presbitériumnak, és azoknak az aktív gyülekezeti tagoknak, akik ezeket a kezdeményezéseket igénybe is veszik, és hiszem, hogy meg is látszik rajtatok. Ráéreztetek arra, ami miatt tényleg érdemes volt templomot építeni, hiszen ennek a gyülekezetnek a története nem 20 esztendővel ezelőtt kezdődött. Évtizedek szorgalmas építő munkája volt az, hogy először volt közösség, és aztán jött ez az új hajlék. Ráéreztetek arra, hogy Isten mozgásban van, és a népét, a hozzátartozókat is mozgósítani szeretné. Meg akarja indítani maga felé az embereket, hiszen ő nem csak el van úgy, ahogy, szent háromságos magányában,
hanem az Isten igazából mindig történik és cselekszik. Úgy szól a Szent Ige által, hogy akaratot mozgat, és ez a kettő együtt történik. A próféta is rendíthetetlenül vallja, hogy az Isten szava folyamatosan mozgásban van. Üzenethordozó és gondolat közvetítő feladata van. Az ige útja hol alászálló, hol meg felemelkedő. Máskor meg lélek emelő és egekbe tör. A mozgását egyedül az ige ura határozza meg, mert ő tudja megcélozni azt, aki még el sem indult felé keresni őt. Ő tudja felfrissíteni azt, akiben az első szeretet tüze meglanyhult, lelassult a mozgás. Ő tudja fölfrissíteni az elfáradtakat, még a segítségül hívásban is ő biztat bennünket, hogy ne merevedjünk bele abba a kötelességszerűségbe, hogy vasárnap illik vagy kell templomba jönni. Ezt nem lehet megszokni, nem szabad megszokni. Isten egyetlen szándéka az, hogy a statikus tradíciót felváltsa a dinamikus lelkiség. Hogy ne sóbálványok legyünk, hanem az Úrral együttmozgó emberek. Ilyen erőteljes, új kezdetet szeretne a következő időszakra, ami Urunk. A 20 év fontos dolog, de talán még fontosabb az, ami előttünk van, és az ige vivő ereje nem szeretne meglankadni közöttetek. Jön, hogy feltáruljon a jövendő, hogy dinamizáljon bennünket, ezt a jubiláló gyülekezetet. Először is fontosnak tartja továbbra is, ami Urunk, azokat a szorgalmas és komoly keresőket, akiket hív, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Isten ugyanis nem a távoli világok megközelíthetetlen Ura, hanem ő mindig az, aki oda akar jutni hozzánk. Mindig közel lévő Isten, aki ember közelbe jött. Az egész Ószövetség azt hirdeti, hogy Isten kikerülhetetlenül közeledik. Nem lehet kitérni előle. Lehet, hogy az ember szeretné elkerülni, de az Isten nem szeretne elkerülni bennünket. Ígéreteit nem lehet letagadni, csodás tetteit nem lehet meg nem történtté tenni, mert ő mindig arra törekszik, hogy elérjen bennünket. A keresztény kegyesség történet egyik nagy alakja mondta a következőt: ha nem keresi Istent az ember, nagyobb kárt okoz magának, mint amennyit az összes ellensége okozhat neki. Ha nem keresi az ember az Istent. De az Isten keresés nem lehet akármilyen. Keressétek és hívjátok segítségül, ajánlja nekünk Ézsaiás próféta. És ezzel a két szóval, hogy keressétek és hívjátok segítségül, tulajdonképpen szakkifejezéseket mond. Az Ószövetség világában ezek liturgikus, Isten tiszteleti szakkifejezések voltak. A szent cselekményre, az Isten tiszteletre buzdító ősi formulák, amelyek azért tudnak megtelni élettel, mozgósító erővel, mert nincs kétsége a prófétának afelől, hogy Isten ember közelben van. Ezért minden ízével azt sugallja, azt üzeni, hogy ember, vedd észre, Isten közelben vagy. Az ő színe előtt zajlik az életed, akár akarod, akár nem. Kétségtelen, a keresés és segítségül hívás helyén vagyunk, jó helyen vagyunk itt, a 20 éves templomban. Az adottság jó, de ez csak színtere az Isten közelségének, és nem maga a találkozás,
Nem az épülettel kell találkoznunk, nem csak a székekre leülni, vagy a karzatra fölmenni. A találkozás az több. Az egy olyan dolog, amit segíthet a nagyszerű technikai felszereltség, az esztétikusság ereje, de ezek nem pótolják az istenkeresést, ami belül történik, amikor én akarok rezonálni az Úristen szavára, amikor a szívemet úgy nyitom meg, hogy ne a szomszédot találja el az ige, hanem engem. Ez a belső segítségül hívás az, amit helyettünk senki nem tud megtenni, csak én magam. Bizony kell hozzá, és meg kell maradjon az a dinamikus, életes lelkiség, amely ezeket a kereteket, amelyek modernek, talán sok gyülekezetnek irigylésre méltók, akik nem tudnak belakni alföldi katedrálisokat, milyen szívesen lennének egy ilyen fűthető, kényelmes, kiscsoportos, nagycsoportos alkalmakra, szeretett vendégségre teret adó lehetőség. De ezek csak a keretek. A hamisítatlan tartalmat, a tiszta igét, az Isten belénk áradó, átformáló üzenetét kell igazából magunkhoz vennünk. Ne elégedjetek meg az alibi keresgéléssel, mert az ilyen alibi keresés az nagyon veszélyes, még a keresztény egyházban is. Mert aki csak alibiből tessék-lássék módon jön, annak a hite könnyen átcsap tévejgésbe, vagy kapkodó türelmetlenségbe, vagy egyenesen istenfelejtésbe. És az alibi keresés ráadásul még időigényes is, mert vannak olyan keresgélők, akiknek évtizedek telnek el úgy az életében, hogy ezt is megkóstolja, abba is kíváncsian beletekint, még egy új felekezetet is megfigyel, és nem ereszt gyökeret sehol, csak vándorol, csak keresgél, és nem számol azzal, hogy bizony vannak lejárt idők, a kairoszok, az alkalmas idők is sokszor mögén kerülhetnek, és ugyanúgy soha többé nem térnek vissza, mint hogyha megragadtam volna az alkalmas időt. Az egyik modern német bibliakiadás egyenesen úgy fordítja Ézsaiás felhívását, hogy keressétek az Urat, mert most megtalálható. Kiáltsatok hozzá, mert most közel van. Ézsaiás ki is hangsúlyozza, hogy keressétek, amíg engedi, hogy megtaláljátok. A rossz keresések következménye az, hogy előfordul, hogy egymás után mulasztjuk el azt, amikor az Isten találkozna velünk, és ő jóvágányon halad felénk, csak mi vagyunk valahol a váltóállítás után, és nem találkozunk össze. A rossz keresések következménye az, hogy az életünk nagy pillanatai múlnak el, ige nélkül, Istennel való találkozás nélkül. Elmulasztjuk sokszor az SOS jelzés leadását, amikor bajba kerülünk, és oda kellene fordulnunk ahhoz, hogy segítséget is találjunk, aki segítséget tudna adni, de ez a bizalmas segítségül hívás elmarad. Szeretne belépni az életünkbe, hogy megérintsen, hogy megszabadítson, hogy ami meggátol, azt elvegye az útból, ami eltávolít, attól visszatartson, de valahogy nem találkozunk. A komoly kereső emberek nagyon fontosak az Istennek. Olyanok, akik képesek elhagyni, megváltoztatni a mozgás irányát az életüknek, mert felismerik, hogy ami az életük iránya eddig irányt vett, az rosszul halad. Az valahogy olyan, ami inkább távolítja őket Istentől, és nem közelíti. És közben torzítja az emberségüket is. Két olyan nyomatékos kifejezést használ itt Ézsaiás,
azt mondja, hogy aki távol van Istentől, az bűnös és álnok. Bűnös és álnok ember lett. Olyan valakivé vált, aki a dolgokat Isten nélkül idegen erők segítségével gondolja megoldani, és a környezetét olykor varázsos szavakkal, sikamlós utakon és hamis gondolatokkal szeretné manipulálni. De közben ellenszegül az Isten akaratának, megszegi az Isten útmutatását, és az Isten és ember szeretet kettős nagy parancsában zátonyra fut. Ezt a távolságot kell felszámolni, és ennek a gondolkodásmódnak kell megváltoznia. Az ige ezt az átalakulást és átgondolást mondja megtérésnek, amelynek során megszületik bennem az elhatározás, hogy visszafordítom az életemet, és visszafordulok arról az útról, ami elfelé vezet Istentől, és újrakezdem onnan, ahonnan lecsatlakoztam, megkeresem azt az utat, amit még eddig nem találtam meg, de fontos lenne, fölveszem az Isten gondolat fonalát, és ismét felveszem, és becsatlakozok jó irányba. Isten ilyen elszánt megtérőket vár, akik megváltoztatják az életútjukat és a gondolkodásmódjukat. Higgyétek el, hogy igazából csak az Isten közelében tud ez a kettő megváltozni, hogy ebből átformáló tanítványság legyen, ahol átformálódik a szó, a gondolat és a tett. Isten átformáló egyik legfontosabb eszköze a megbocsátás, amelyik azt jelzi, hogy magában az Úristenben is átfordult valami. Istennek nincs szüksége megtérésre. De benne is jönnek új fordulatok. És amikor a haragról lemond, mert a szeretete legyőzi, amikor az irgalom felülkerekedik a mi bűneinken, ami miatt méltán büntethetne bennünket, amikor győz benne a hűség, mert ő teremtette az embert, és az Isten hű ehhez a teremtéshez, és amikor az életpártiság, ami halálba gyalogolásunkat felülírja, akkor azt mondom erre, hogy az Isten is megfordul, az irányunkba fordul. Ezzel pedig kimondja azt, hogy ő irgalmaz és kész megbocsátani. Új életkedvet ajándékoz. Megmagyarázhatatlan jó szándékkal, szinte következetlenül emberi szempontból az Isten tehermentesít, megbocsát és felszabadít. Az Istentől ajándékba kapott megbocsátás élmény megint csak dinamizál. Új erőre kaphatunk. Az egész Szentíráson áthúzódik ez, mert ez egy olyan élmény a Szentlélek sodrásában, amelyik krisztusibbá tudja formálni az embert, az egész személyiségünket. Ez az egy élethosszig tartó feladat van, aminek az útvonalát, a gondolatiságát, az Isten szájából származó ige, az Isten szava határozza meg. Keresés, átformálódás, termőre fordulás. Ez az a vonal, vagy vonulat, amelyik a mi református örökségünk. Erre mondta az Kálvin János reformátorunk, hogy ez a megszentelődés útja. És ezt napról napra megtéréssel kell kezdeni. Jó arra gondolni, hogy ebben a templomban csak az elmúlt két évtizedben is hány és hány embert ajándékozott meg ilyen igével, ami megváltó, szabadító Urunk, az irgalmas Isten, aki átformálta az életeteket. Meg fognak majd szólalni gyülekezeti tagok,
az istentisztelet során imádságban, de hányan és hányan megtehetnék ezt, akiknek ez az átformálódás élmény hozzá tartozik most már az élete regényéhez, az élet történetéhez, akire itt újjáteremtő, megszentelő erőtér várt. Ilyen szempontból fontos az Isten háza. Itt lehet ráérezni, mint ahogy ráérezhettek sokan, hogy mindent és mindenkit az az Isten határoz meg, aki nekünk is irgalmaz és megbocsát. Az ige a keresést és a megtérést is ugyanazokkal a fogalmakkal, illusztrációs képekkel szimbolizálja. Mindkettőnél az út és a gondolat áll a középpontban. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Kedves testvéreim, az út és a gondolat nagyon sokszor az emberi büszkeségünk tárgyai. Ha valaki megtalálja a saját útját, mondjuk tinédzser korába, ifjú felnőtt korába, valahogy kikristályosodik az a hivatás, az a pályaválasztás, amiben megtalálja önmagát és kiteljesedhet, az nagyszerű dolog. Hogyha valaki járhatja a saját útját megkötözöttségek nélkül, hogy nem a Mama Hotelben mondják meg, hogy merre kell menni, hanem ő ugye a saját képességei szerint kipróbálhatja magát, nagyszerű dolog, igazi felnőtthöz illő dolog. És ha valakinek vannak önálló gondolatai, az nagyon gazdag ember, hogy nem szorul rá másoktól lopott ötletekre, hanem megadatik neki a gondolkodás, az eszének a használati módja. Karácsony Sándornak van egy nagyszerű könyve a magyar lélektani sorozatában, aminek az a címe, hogy a magyar észjárás, amivel azt a különlegességet akarja bemutatni, hogy nekünk más rugóra jár az agyunk, és az észjárásunk mögött ott van az a másfajta szív, amelyik táplálja ezt az észjárást. Amikor megtaláljuk az életünk értelmét, az valami nagyszerű dolog. De tudjuk azt is, hogy az önálló gondolat hányszor és hányszor válhat különcködéssé, ami követhetetlen. Lehet, hogy neked jól áll, de hogy egy csoport, egy gyülekezet, egy város kövesse, az már nem igen történhet meg. Vagy van, ami konokká tesz bennünket, olyan gondolat, mondjuk ki, mert ebből is meg kell fordulni, az a bizonyos nyakas kálvinizmus, ami egy történelmi vallásosság, az talán nem az a gondolat és észjárás, amit a Szentírásból kiolvasunk, mert ez konokká tehet. Hol van itt a bocsánat, meg az irgalom? Meg is csalhat bennünket az a saját gondolat, ami megbabonáz, nem tudunk tőle szabadulni, talán még megbotránkoztatható is lehet. És a saját út, meg az egyéni életfolytatás is sok küzdelemmel jár. Olykor nagy az ellenforgalom az ilyen úton. Azt gondoljuk, hogy mindenki szembe jön velünk, pedig talán mi megyünk az ellentétes irányba. Lassan haladunk, meg elakadunk, veszélyek vannak, amit nagyon jól visszaad egy mai dal erről az út dilemmáról. Talán vannak itt fiatalok, akik ismerik. Ezer meg ezer éve keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, akit nekem szánt az ég. Tudom, hogy vár még rám a holdnak tán a túloldalán, ő az, aki beszél bennem érthetetlen angyal nyelven.
A ránk váró angyalnyelvű Isten útjai és gondolatai, meg a mi útjaink és a mi gondolataink között tényleg ég és föld a különbség. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál, fogalmazza meg Ézsaiás. Mérték másság van közöttük. Egyszerűen mások az arányok, az Isten távlatai, meg az én kis tervecskéim között. Az Isten gondolata és észjárása, meg az én szűk agyam között. Istennél ugyanis mindig a magasabb szempontok lépnek érvénybe. A magasabb szempontok, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az készítette el Isten az őt szeretőknek. Ez az a magasabb rendű gondolat, amivel Isten kövezi ki a mi üdvösségbe vezető utunkat. Magasabb rendű az Isten gondolata, mert az ő gondolata teremtő, megváltó és megszentelő gondolat, aminek íve van, szárnyalása, kibontakozása, sőt, célja, célba juttató ereje. Erre mondja azt a példabeszédek könyve, hogy sok gondolat van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa áll meg, az ő gondolata. Magasabb rendű és minőségi út az Istené, ahol kötelező az elsőbségadás. Az Istennek való elsőbségadás egyetlen egy törvényre épül, ez az isteni kressz szabály, legyen meg a te akaratod. És hogyha ezt ki tudom mondani a saját utamon, akkor az Isten visszavisz arra az útra, amelyik felé vezet. Igen, a minőségi út olyan, ahol maga Isten lesz útkészítő, mert nem csak Jézusnak kellett útkészítő Keresztelő Jánosban, hanem nekünk, a megváltásra szoruló embernek a mennyei atya az útkészítője. Szoktuk énekelni adventben, hogy a völgyből domb legyen, hegycsúcsa mélybe szálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Krisztus közelben, Krisztussal minden és mindenki a helyére kerül, átrendeződnek a dolgok, hogy lehessen haladni az egyenes úton. Ne legyen se bucka, se pedig olyan mélyedés, amiben kitörjük a nyakunkat. Az út és a gondolat. Két olyan fogalom, két olyan szimbólum, amelyik egyetlen módon tud találkozni. Ott és ahol az Isten rendíthetetlen igéje összekapcsolja ezt a kettőt, ahol a Krisztus ödvösséget munkáló útjával találkozik a mi útunk, és ahol a mi gondolatunkat átszövi az Isten szájából származó ige, a kijelentés. Az út és a gondolat találkozásának csodája az, hogy a látható és a láthatatlan világ határmesdjéjét maga az ige lépte át. Isten elküldte közénk a testet öltött fiúban a logoszt, az igét, a megváltás gondolattal a jövő fiút, hogy egyesítse ezt a kettőt. Az igének ebben a határátlépő örök mozgásában van, hogy lefelé kívánkozik, hozzánk akar elérni, nem akar fönnmaradni, nem akar csak Istennél valami szózat lenni, hanem lekívánkozik, hogy alászálva, bennünket megérintve, visszatérjen és visszavigyen bennünket is, ami mennyei atyánkhoz. Ez adja a Szentírás, az evangélium dinamizmusát. Vannak itt még, akik a kétütemű járműveket szerették, javítgatták is, működött is. Két jó ütem, amelyik az igét tudja fogadni, és az igével élve
tud Istenig emelkedni. Ez a termőre fordulás csodája. És ez bekövetkezhet. Életet jelent az igével gondolatközösségre lépni, és Jézus Krisztussal útközösségben lenni. Kedves testvérek, mi vagyunk a kedvezményezettjei annak az üdvözítő gondolatnak és az üdvösség útjának, amit minden Isten tiszteleten, minden igei alkalmon fölkínál nekünk az ige Ura. A célba érő ige gyökeres változást hoz. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, mondja az élő Isten. Azt gondolom, hogy ez kell nekünk. Ez az életet megváltoztató, termőre fordító, megelégedést adó evangélium kell, hogy ne csak a mögöttünk levő két évtizedet értékeljük, és annak az értelmét adja meg, hanem egy életre át szeretne formálni bennünket a Krisztus tanítványává, amiből nincs nyugdíjba menetel, a tanítvány életfogytiglani küldetést kap. Ebben a nagy feladatban tegye továbbra is áldássá ezt az Isten közeli helyet, a szarvasi református templomot, a Szentháromság Isten. Amen. Válaszoljunk először énekszóban a megszólító igére, a 479. dicséret második és harmadik versével. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Meghajtva imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, hogy most is alkalmas időt adtál a te keresésedhez, az előtted való hódoláshoz. Köszönjük a te üdvözítő hozzánk érkezésedet és ránk találásodat. Magasztalunk a csodáért, hogy a te éltető, megsegítő, bűnbocsátó szavad meg tudja változtatni az életünket, és irgalmadba fogadtál bennünket is. Kérünk, hogy te adj erőt nekünk, hogy lássanak a szemeink, hogy hallják a füleink a te szavadat, hogy üzeneted és figyelmeztetéseid mellett ne menjünk el figyelmetlenül, hiszen felismertük, a te utaid és a te gondolataid értünk vannak, és nem ellenünk. Kérünk téged, hogy hadd hagyatkozzunk rád, amikor veszélyek leselkednek életünk útjára.
vezess minket utadon. Magad légy az út, hogy célba is jussunk. Várjuk a te gondolataidat, hogy áthassa a saját terveinket, elgondolásainkat. És mi át tudjuk venni a te gondolkodásmódodat, amely megváltoztatja az életvitelünket is. Kérünk téged, hogy amikor figyelmeztető jeleket adsz, akkor hadd tudjunk azokból olvasni. Itt van rajtunk az árvíz, a sodrás, a károk, a következmények. Bocsáss meg nekünk, hogy mi, akik felborítottuk rendedet, sokszor bosszankodunk azon, hogy miért jön az ítélet idő. Add nekünk, hogy magunkhoz térjünk, és tovább tudjunk lépni, hogy hozzád térjünk, hogy a normalitás, a teremtett világ rendje először helyre álljon bennünk, és aztán munkálkodhassunk a helyretételén a környezetünkben. Áld meg az erőfeszítéseket, nem csak a gátakon, hanem a kórházakban, a műhelyekben, az érettünk fáradozó munkatársakban, hogy az életterek összefogásával élhetővé legyen a te világod ma is. Könyörgünk hozzád azokért, akik még olyan utakon bolyonganak, amelyek tőled elvezetnek, vagy talán ellenséggé válnak. Kérjük, állítsd meg azokat, akik a maguk esze után a vesztükbe rohannának. Segíts újra tervezni az életüket. Add meg nekik, hogy eljöjjön egyszer számukra is az idő, amikor az ő szívükben is megszületik a Szent Fiatban való hit, és hozzád találnak. Könyörgünk azokért, akiknek útját betegség, fájdalom, valami kín nyomasztja. Gyógyító közelségeddel hajolj oda, adj türelmet a fájdalmak elhordozásához, és adj gyógyító orvosokat, hogy enyhítsék a kínt. Könyörgünk azokért, akiket gyász, olyan elválási teher nyomaszt, amiből egyedül nehéz szabadulni. Ezért a te vigasztaló erődért könyörgünk, hogy állj oda melléjük, könnyíts terheiken, töröld le könnyeiket, gyógyítsd a lelküket, mutasd meg a feltámadás fényét, hogy benned és nálad lesz újra találkozásunk. Urunk, köszönjük minden áldásodat, amellyel hálaadó ünnepet szereztél számunkra ma, és kérünk, hogy mindaz, ami az életünkben történik, hozzád vigyen közel bennünket. A te áldott fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg minket szent lelked által. Amen. Fennállva mondjuk együtt az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ma is van lehetőségünk arra, hogy kifejezzük hálaáldozatunkat és adakozhassunk. A gyülekezet vezetése Kárpátaljára szánja a most befolyó adományokat kárpátaljai testvéreink megsegítésére, és örülünk, hogy itt vannak a zápszonyi testvérek, hiszen ez lesz az a gyülekezet, amelyik majd megkapja az adományt, és talán megbocsátja nagy tisztelet, hogy megelőlegzem, hogy a templom építésben ez a kárpátaljai gyülekezet
a nagy tisztelt úr szolgálata alkalmával a kevésből sokat adott, hozzáadott ehhez a templomhoz. Most szép, illő és méltó, hogy ez a gyülekezet adjon vissza valamit azoknak, akiknek sokkal nehezebb a sorsuk, és még a háború is sújtja az életüket. Így nyissuk meg a szívünket feléjük. Most pedig énekkel folytassuk istentiszteletünket, a 91. népdalzsoltárt énekeljük, akinek az Úr ad lakást, a fölséges, biztos szállást. Az 1990-es évek végére egyre többünk bizonyossága lett, hogy Isten templomépítésre indítja a gyülekezetet. Miközben annak a megtapasztalásában éltünk, hogy szűkös kiadásainkat sem tudjuk időben fizetni. Azonban egyre többször megszólított Isten, beszélt velünk igéjén keresztül, de más módon is bátorított minket. Eddig számunkra járatlan úton indultunk, és közben megéltük a Zsoltár valóságát. Olyanok voltunk, mint az álmodók. 2000 áprilisában határoztunk a templom építéséről. 2001 szeptemberében megkaptuk az építési engedélyt. Egy év múlva 2002. szeptemberében hozzáfogott a kivitelező a munkához, és egy év múlva, 2003. szeptember 27-én tarthattuk templomunk alapkőletételét furcsa módon egy már kívülről teljesen elkészült templomban. Kívülről kész volt, falak bent voltak, nyilászárók le volt mázolva, már nagyon kevés, 20-30%-nyi munka volt hátra. A felszentelésre 2009. május 30-án került sor. Utólag eszméltünk rá, hogy az egy héttel korábban megalakult Magyar Református Egyházban, mely az elcsatolt területek reformátusságait is magában foglalja, a szarvasi volt az első templomszentelés a nagy Magyarország közepén. Templomunk bruttó 94,5 millió forintból épült fel. Egyházkerületünkön keresztül kaptunk állami támogatást, a várostól kaptunk támogatást. Ez összességében 46,5 millió forint volt. De utána számolunk, akkor is jelentős összeg hiányzik, 48 millió forint. Ez honnan állt elő? Próbálom megmutatni. Emlékeznek talán sokan, mennyien hímeztek különböző hímzéseket,
ragasztottuk be képeslapokba, és persze néhány száz forint adományt kaptunk érte, de ezek vitték a hírét a templomépítésnek. Volt képkeretben is egy darab még, de az valahogy mára már eltűnt. A verses kötetek. Hitvalló elődünk, Ürögi Ferenc lelkipásztor versei. Milyen jó, hogy valaki egyszer legépelte. És évtizedek múlva ki megérhette a kiadást. Milyen sokan vették, ajándékozták, csak hogy segíthessék vele templomunk építését. És ti nagyon jól tudjátok, mennyi imádságotok volt benne. Egyik nagyon megható, szívet melengető volt, amikor egy levelet kaptunk pénz nélkül. De egy olyan lelkipásztor írta, aki 6 vagy 7 évet töltött a Vorkután, akik nem ismerik, mint a gulág. És írta, hogy az a szeretet, amit itt a gyermekei kaptak ebben a református gyülekezetben, amikor a gyülekezet is mély szegénységben élt, az milyen sokat jelentett neki. És azt írja, hogy Attilám, pénzem nincs, de szeretetem van, és imádkozom értetek. Milyen különösek Istennek az útjai, mennyi mindent mozgat meg, és valóban megtelt a szánk nevetéssel, mert hatalmas dolgot tett velünk az Úr, és ezt szeretném hangsúlyozni, nem mi tettünk hatalmas dolgokat. Isten vitt véghez bennünk, és közöttünk hatalmas csodákat. Nem akarjuk felejteni Istenünk csodáit, a sok jót, melyet velünk tett, kegyelmét és bűneink bocsánatát sem. Ezért magasztaljuk őt a 103. népdalzsoltárral. Áld az Urat, lelkem, mindig őt dicsérjed, amit csak teremtett, ami jót veled tett, soha ne feledjed. Bűnöd megbocsátja, meggyógyít a bajtól, megmenti életed jósága, kegyelme a nagy pusztulástól. Mennyei atyánkat és fiát hadd zengem, velük a szent lelket, áldjad Istened, áld az Urat lelkem. Amelynek az első templomépítését 1929-30-ban elvitte a gazdasági világválság. A második templomépítésének a telkét elvette a Rákosi rendszer, akinek a telkén vas lerakatott, vasárnapi üzemelő vas lerakatott,
valamint sórházat is akartak építeni. Jogosan fenyeget az a veszély, hogy az, amire annyira vágyik a templom, ha épül és megépül, a bálványává lesz. Ezért a templomtervek fölé, az imaterembe egy bibliai idézetet írtunk, hogy figyelmeztessen bennünket. Nagyobb van itt a templomnál. Nagyobb. Az élőisten fia, Jézus Krisztus, aki a bűneinket hordozta, megváltott, és új életet adott. Hogy annak örüljünk, hogy a neveink Jézusért fel vannak írva a mennybe. Egy találós kérdést szeretnék feltenni. Mit gondolna, hogy mi az, ami legelőször elkészült ebből a templomból? És lehet mondani az ötleteket. Ha nem látják, Ibolya egy kérdőjelet rajzolt a mondat végére. Tessék? A termek. Termek. Logikus válasz. Mi? Még lehet tippelni? Tessék? A szószék? Nem a szószék. A torony. Köszönjük, nagyon kreatívak a válaszok. Hagyjuk meg Ibolyának, hogy elárulja. Először a persely készült el. Egy persely. Hogy lássuk, hogy mi mennyire adjuk magunkat a templomépítéshez. A persely az emeletű előtérben most is megtalálható, a karzaton levők abba adakoznak most is. De ha valaki abba szeretne adakozni, menjen fel a karzatra, és ott megtalálja, abba helyezheti bele az adományát. Adakozásunk kezdetén egy keresztény nyomdász testvérünk jött el hozzánk, és említette, hogy ő ismerte Üregdi Feri bácsit, lelkipásztorunkat, hogy hallja, hogy ki lehetne adni a verses kötetét, ő kinyomtatná. Megkérdezte, hogy 1000 példányban elég lesz-e. Hát, mi nagyon örültünk neki. Majd hozzátette, hallottam azt is, hogy van gyülekezeti újságotok, hetente 200 példány A3-as méretben, elég lesz? És ez azért volt nagyon érdekes, mert ez 2000 novemberre, amikor Békés Szent András a dr. Dobos Ágoston testvérünk megérkezett szolgálni, és két kis gyülekezet, mint a testvéreknél illik, összedolgozott. Sok költséget közösen hordoztunk. Egyiknek itt Szarvason volt számítógép, Békés Szent Andráson volt fénymásoló. És akkor így készült a közös szarvasi Szent Andrási gyülekezeti újság heti 50 példányban, A5-ös méretben. Nagyon szerettük volna folytatni, de mindent megmozgattunk, és minden kapu bezárult, nem tudtunk fénymásolóhoz jutni, és akkor azt mondtuk, hogy Urunk, úgy láttuk, ezen áldás volt. Nem tudunk mit tenni, elengedjük. És ezt bátorításul osztjuk meg, mert ugye a mi gondolataink nem Isten gondolatai. Mi fénymásolóban gondolkoztunk, egy használtban, Isten pedig egy nyomdában gondolkozott. Más a lépték, és egy nyomdásztestvérünk szívét nyitotta meg, és sok éven keresztül készített nekünk ilyen újságokat, az előtérben is találtok, hogyha beleszeretnétek a 2004-es évadba lapozni. Isten különös módokon bátorított bennünket. Amikor a templomból még csak a tervek voltak meg, egy tévériport után csengettek. Egy édesanya az elsők közt küldte adományát a lányával, és még ezt is üzente. Lányom, mondd meg a tiszteletes úrnak, hogy abba a templomba még én is szeretnék elmenni. Hát ilyenkor a lelkész persze kifejezi, igen, bízzuk, reméljük, mire hozzátette a lánya. Hát azt nem tetszik tudni, hogy az én édesanyám 95 éves. Hát ugye mi még azt se tudtuk, hogy mikor kezdődik, de az édesanyja úgy küldte, hogy abban még szeretne eljönni. Nagyon sokat jelentett ez számunkra, hogy mikor még semmit nem látunk az építés kezdetéből, valaki 95 évesen így gondolkozik reformátusként, hogy még ő abba a templomba eljöhet. És az életében felépült. 3 évvel később, 98 évesen az alapkületétel másnapján úrvacsorázott templomokban, és még többször itt lehetett közöttünk. Ugyanígy erősített minket a szerv átültetésre váró Miklós testvérünk, aki így imádkozott.
Úr Jézus, csak azt kérem, hogy megéljem, hogy a mi kis templomunkban még én is bemehessek. És ugye érzitek, testvéreim, hogy amikor egy 95 éves ember ilyen reménységgel tekint a nem láthatóra, amikor a szervát ültetésre az élet és halál mesdjéjén levő testvér úgy imádkozik, hogy még azt kérem, hogy a mi kis templomunkba bemehessek, akkor csend lett bennem is. És azt mondtam, hogy Uram, talán ezek az imádságok, amiket nem lehet nem meghallgatni, ezek olyanok voltak. Meghallgatta Isten. Bizonságot tesz arról a Biblia, hogy nem az a fontos, amit lát az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Már állt a templomunk 2004-ben, amikor Mező Miklós zápszonyi lelkipásztor testvérünk meghívott néhány napos evangelizáló szolgálatra Kárpátaljára. Ez az az időszak, amikor a pedagógusok, állami alkalmazottak 3 hónapig nem kaptak fizetést, csak mindig 3 hónap csúszással kapták meg. És a záró ige hirdetés után a lelkipásztor és a gondnok odaállt az úrasztalához, és a következőt mondták, hogy mi ezt megbeszéltük, hogy ezeknek az estéknek a perselypénzével és még a gyűjtött tizedünkkel a szarvasi templom építését támogatjuk. És hát csendben voltam. Mert ott volt bennem, hogy hát nekünk kéne ide adományt hozni, és nem adományt vinni. Közben azt is érzékeltem, hogy ez egy Istentől készített adomány, amikor hadd mondjam így, hogy a szegénység a jószívűség gazdagságává válik. És tudtam, hogy elfogadjuk, el is idézve kell fogadni, és akkor Isten eszembe juttatott valamit. És a következőt mondtam, hogy nagyon megható a felajánlásuk, és Isten eszembe juttatta az ő szorzószámait. Mert az evangéliumban olvassuk, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor megáldja a jó földbe esett magot, a szívünkbe befogadott igét. De lehet, hogy Istennek olyan kedves az önök adománya, hogy azt 1000-szeresen is meg fogja áldani. A 2004-es zárószámadás elkészültekor láttuk, hogy adományuk 1000-szeresével 17,5 millió forint értékben épülhetett tovább templomunk 2004-ben. Kifogynánk az időből, ha minden templomépítéshez kapcsolódó történetet, csodát megemlítenénk, ezért hadd szóljunk az elmúlt 20 évről is. Jézus azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. A hitoktatási óraszám növekedése és a gyülekezetben a vasárnapi gyermekistentiszteleti szolgálatok szükségessé tették gyermekek közszolgálók képzését. A Vasárnapi Iskolai Szövetség felkészítő tanfolyamokat tartott számunkra. Azt olvassuk Jakab levelében, hogy az a tiszta és szeplőtelen Isten tisztelet Isten az Atya előtt, ha meglátogatjuk az árvákat és az özvegyeket az ő elesettségükben, az ő nyomorúságokban. Fontos személyek számunkra idősebb testvéreink, akik ha eljönni talán már nem mindig tudnak, imádságban hordozzák gyülekezetünket. Családlátogató képzést szerveztünk a látogatóknak. Érted is, amit olvasol? Lépett oda Fülöp evangélista a Szerecsen főemberhez, aki élete első Bibliát, az első könyvet próbálta olvasva értelmezni. A keresztkérdés sorozatok hatására többek lelki megjólásra láttak. Vallásos reformátusokból hívő Krisztus követőkké váltak. A szarvasi videokrónika, hálásak vagyunk érte, havonta elkezdte közvetíteni az Isten tiszteleteinket, felváltva minden gyülekezetből. 2009. decemberében a szarvasi kábeltelevízió kiépítette az élő közvetítésnek a lehetőségét, azóta hetente élőben láthatóak Isten tiszteleteink. 2010. szeptemberében Cseri Kálmán lelkész testvérünk evangelizációs szolgálatát a tévé mellett a helyi rádió, a Rádió Szarvas is közvetítette.
olyan pozitív visszajelzések érkeztek az evangélium közvetítéséről a rádió vezetőjéhez, hogy attól kezdve ő is elkezdte hetente közvetíteni élőben az Isten tiszteleteinket. Azt olvasok a római levélben, hogy amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítve reménységben éljünk. Ezért törekedtünk még jobban megismerni az Úr Jézust. Ezt a mélyebb megismerés segítette a Bibliaiskola. A 200 órás képzésre 4 gyülekezet tagjai felváltva jártunk egymáshoz. A következő 100 órás missziói, lelkigondozói, apologetikai kiegészítő képzésnek templomunk adott otthon. A 6 év alatt 30 napot napi 10 órában az ige tanulmányozásával töltöttünk. Nagyon áldott időszak volt ez. A római levélben olvasunk arról, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, mert majd így tudjuk megítélni, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hát mi reformátusok általában ilyen értelmi vallás vagyunk, észvallás, hát ezt most senki ne vegye itt dicsekedésnek, de az értelmünk megváltozása az még úgy, ahogy megy. Na de mi van a szívünkkel? Miként gyógyulhatnak meg a szívünknek a sebei, a régi sérülések, a rossz énkép, a torz istenkép, belénk égetett szimbólumait, hogy lehet átdimenzionálni? Ebben a gyógyító jelenlét szolgálata segített sokunknak, és Isten az ő jelenlétében sokunk szívét meggyógyította, támaszkodva arra, hogy ebben a közösségben Istennel meg is maradjunk. A tanúim lesztek képzésben áttekintettük Isten nagy történetét, hogy lássuk, honnan, hová halad a világ, és Isten hogy teszi teljessé a megváltást. Foglalkoztunk azzal, hogy változhat meg a szívünk. Miközben világunk elfordul, és kirekeszti a szegény, a sérültet, a hátrányos helyzetűt, láttuk és gyakoroltuk Jézus periférián levők felé odalépését, és emberi méltóságukban megerősítésüket. Püspök úrnak összefoglalót írtam a templomépítésről, gyülekezetről, csak 3 oldalt, de elmondtam ima órán, hogy 2 napig küzdöttem azzal, hogy ne csak a jóról írjak, hanem a nehéz történeteinkről, de rájöttem, hogy sokkal többet kéne akkor írnom, mint 3 oldalt, hogy érthető legyen az egész történet, mire István testvérünk azonnal megszólalt, hogy hát azt nem is kell leírni. Aki már püspökségre jutott, tudja, hogy nem csak jó dolgok történnek a gyülekezetekben. Nem tudom, hogy így van-e püspök úr, de István testvérünk ezt így gondolta. Úgyhogy köszönjük a bizalmat. Nálunk sem csak jó dolgok történtek, és gyülekezetünket megrázó események kapcsán egy misszió szervezet segítségét kértük, akik traumakezelő tréninget tartottak nekünk, lehetőséget adva az erősödésre, gyógyulásra. És erről énekeljünk a 117. Zsoltárban 2 verset, a 117. népdal Zsoltárral. Dicsérje az Istent minden nép, magasztalja minden nemzedék. Dicsérje az Istent minden nép.
Legyünk csendben az Úr előtt, és három testvérünk, Miklós, Anna, István hangosan fog imádkozni. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk előtted. Köszönjük, hogy a gyülekezetünk történetére visszatekintve a te gondviselésedet láthatjuk meg. Hálásak vagyunk, hogy megtartottad egy közösségként a szarvasi reformátusokat, hogy gyarapítottad itt, közöttünk is az egyházadat újjászületőkkel. Dicsőítünk a templomunk megépüléséért, ami olyan sok áldott alkalom helyszíne lehetett már az eltelt 20 évben is. Szeretném azoknak a szülőknek az örömét eléd hozni, Uram, akiknek a gyermeke, gyermekei már itt a templomban hallhattak rólad, akik évről évre itt lehettek a gyermektáborokban, ifjúsági alkalmakon, vagy hetente a gyermekisten tiszteleteken találkozhattak a te üzeneteddel. Hálásak vagyunk, hogy előtted nőhettek fel. Öröm visszaemlékezni minden olyan alkalomra, amikor gyerekzsivaj töltötte be ezt a házat. Könyörgünk, Uram, hogy soha se néptelenedjenek el ezek a falak. Add meg, hogy amíg csak áll ez a ház, a megváltás örömhíre szólhasson az alkalmainkon. Te adj vágyat a szívünkbe, hogy időről időre megállhassunk itt előtted, gyarapodhassunk hitben igéd és egymás által is. Szent lelked gyújtson oldhatatlan tüzet a szívünkben, hogy világító fáklyák lehessünk, amiken keresztül a te örökké tartó világosságod ragyog át. Adj bölcsességet a tisztánlátáshoz, és bátorságot a szüntelen megújuláshoz családjainknak, gyülekezeteinknek és egész egyházunknak. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei Atyánk, hogy te örök kőszára akarsz állítani bennünket, hogy a lábunk ne inogjon meg, hogy ne csúszunk meg az élet útján. És hálás szívek köszönjük meg neked, hogy így építetted meg ezt a templomot is erős alapra, és egymáshoz szorosan illesztett téglákból, erős födémmel. Hát kérlek, küldj szent lelkedet is, ad, hogy mi is erre az örök kőszára, az Úr Jézus Krisztusra tudjunk építkezni, és ahogy ezek a téglák szorosan egymáshoz illesztve állnak, úgy tudjunk mi is egyen-egyenként hívők egymásba kapaszkodni, és úgy tudjuk egymás terheit viselni, ahogy ezek a téglák hordják el a rájuk épülő téglák terheit. És kérünk, hogy ez a templom ne attól álljon, hogy masszív alapra és erős téglákból épült, hanem hogy ez a gyülekezet tartsa meg úgy, ahogyan kívántuk, hogy egymásra épüljön. És kérjük, hogy áld meg ezt, hogy így folytatódhasson a jövőben is. Dicsőítünk téged, örökké való Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy valóban a te igéd az élő, hatékony. Te szóltál és meglett, parancsoltál és előállt. Köszönjük neked a múltban bizonyságtevőket, akik töretlenül a te elhívásod és a küldetésed és a szent lelked által hirdették Istennek az üzenetét, az evangéliumot, a Jézus Krisztus megváltásának örömhírét. Köszönjük az elődeinket, akik hite által épült a mi jövőnk, és köszönjük, hogy hozzánk is elért az evangélium, hogy a ma élő ember is hallhatja az üzenetet Jézus Krisztus által, a megváltásnak, Isten szeretetének, Isten kegyelmének, az irgalomnak és a megbocsájtásnak az örömhírét. És Urunk, még arra kérünk, hogy aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy, te őrizd meg a te kegyelmedet és a te irgalmadat ezen a városon, és így imádkozunk azokért, akik még távolodnak tőled, akiknek csak a hátát látod. Kérünk, hogy a te szent lelkeddel nyújj utánuk, és a te teremtő szavaddal gyújts világosságot a szívükbe. És ahogy valamikor is volt, Urunk, hogy te napról napra
növelted a te népedet az üdvözülőkkel, így kérünk, hogy ezután is így legyen. És ne csak a múlt, ne csak a jelen, hanem a jövőnek is te vagy az Ura. És így helyezzük le a te lábaid elé, a te kezedbe a mi jövőnket, és kérünk, hogy arra is legyen gondod, és áraszt ki erre a városra, minden lakójára a te kegyelmedet és a te irgalmadat. Atyánk, a te nagy neved dicsőségére kérünk, hogy cselekedj meg, a Jézus Krisztus nevében kértünk. Ámen. Ámen. És imádkozzunk tovább, de imádkozzunk közösen a 289-es számú dicsérettel. Azért ezt kérjük, hogy imádkozzuk, mert imádkozzuk el együtt, mert ezt az elődeinktől kaptuk lelki örökségként. Az úrvacsora záró énekeként áldás vétel előttük évtizedekig énekeltük, hogy ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk. És ez az ének a mi mostani gyülekezet szívéhez is nagyon-nagyon közel került. És szeretnénk ezt továbbadni, mert tudjuk, hogy nagyon sok imádsága van elődeinknek abban, hogy mi most itt lehetünk, hogy ez a hajlék felépülhetett, hogy van szarvasó református gyülekezet, és Isten tovább vezethet bennünket. Énekeljük el, imádkozzuk el, mind a 6 versével, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőrébe ne jussunk. Áldásvétel előtt köszönöm Esperes úrnak, Demeter Otto Esperes úrnak ige szolgálatát, az imádságát, dr. Fekete Károly püspök úrnak, testvéreinknek az ige hirdetés szolgálatát, és ez most egy köszönet, ami elhangzott, de a szívükből azt kívánjuk, hogy akik hallották mindezeket, az ő szívükben teremjen ez gyümölcsöt, és áldja meg Isten fentről, hogy fentről lehull az eső, és termést hoz, áldja meg szent lelkével mindezeket, és az legyen az igazi köszönet, amit majd ott az örökké valóságban láthatnak, és amiben gyönyörködhetnek. Mi reformátusok valljuk,
hogy egyetemes papság van. Azaz, aki keresztény, hívő ember, Krisztus követő, ő részesedett Jézus Krisztus papi szolgálatában. De a papok tiszte volt az áldásadás. Én most azt kérem, hogy gyakoroljuk ezt közösen. Mondjunk áldást a gyülekezetre, egymásra, a közöttünk szolgálókra, úgyhogy egy szép áldást közösen eléneklünk. Ez az áldás a 844-es számú, úgy kezdődik, hogy az Úr vezessen végig az úton, fennállva adjunk így egymásnak áldást, majd megkérjük főtiszteletű püspök urat, hogy legyen szíves megáldani végül bennünket. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.